2014-es év az a ló éve, tehát a Mustangok éve is. Hogy született ez a szerelem? Volt ennek egy nagyon aranyos sztoria? Igen, ez egy régi szerelem, kamaszkortól datálódik, akkor 16 évesen ültem egy moziba, ahol egy olyan film ment, ahol a tengerparton egy ilyen autóval csajoztak a srácok. Egyébként ez egy, ha bevalljuk, ha nem, ez egy csajozós autó. Furcsa ezt én mondani az én koromban már, de az a, az érzet az még mindig megmaradt, és én úgy gondoltam, hogy addig nem érdemes szögre akasztani a bakancsot, amíg egy ilyen autóban nem ülhetek. És ez összejött egy olyan néhány évvel ezelőtt, úgyhogy én most ezt az életérzést élem. Megszavazták a Mustangot a világ legférfiasabb sportautójává. Ön szerint mi ennek a oka? Én úgy gondolom, hogy az a formavilág, ami a 64-65-ös években a fiatalokat megnyerte, az a mai generációt sem hagyja szívdobogtatás nélkül. Mit kell tudni az autóról? Azt kell tudni, hogy ez egy olyan amerikai származású autó, amelyik Mexikóban alig kapott esőt. Az idehozatalakor csavarokra lett szedve. Az utolsó alkatrészik 370 darab kép van a felújításról, ahogy részenként szét van szedve az autó. Minden egyes eleme át lett nézve, homokfúvással, újrafújva, gyakorlatilag minden gyári benne, ami meg nem ahhoz gyári hozattunk hozzá. Tehát azt merem mondani, hogy az a FIVA vizsga, amin átment elsőre, az nem volt érdemtelen. Ötven éve legenda született. 1964. április 17-én mutatkozott be a Ford Mustang, hogy azután átvágtasson fél évszázadon és világszerte emberek 10 millióit elcserabul. Az 1973-ig futó, számos változáson átesett első generáció bekapcsolódott az izomautó korszak lóerőháborújában is. A versenypályákon és a lámpától lámpáig tartó utcai gyorsulási versenyeken ritkán talált legyőzőre. Miért pont a Ford Mustangot választotta? Hát ez egy hosszú történet. Ez az autó nekem 1994 óta van meg. Úgyhogy életem első autója volt, aztán rajtam ragadt, mint szamáron a fül. De most már nem is választanék mást, csak Fordot és csak Mustangot. Ez ilyen szerelem volt első látásra. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szakadt autó volt, amikor megvettem, nagyon beteg volt, úgyhogy halóporaiból lett feltámasztva. És pláne ugye a 90-es években ehhez még alkatrészt semmit nem lehetett kapni, úgyhogy nagyon kellett rajta dolgozni, hogy működőképes legyen. És ezt te csináltad, vagy valami hozzáértő emberrel? Tehát, hogy te a saját kezeiddel raktad össze? Hát ez úgy történt, hogy ugye elvittem, mert nem értettem hozzá, elvittem szerelőhöz, mindenki azt mondta, hogy persze meg tudjuk csinálni, aztán csak a lehúzás volt belőle, az autó nem lett jobb, úgyhogy berágtam, és akkor elkezdtem utána járni, hogy mitől működnek ezek a dolgok, és utána én kezdtem el összerakni, igen, egy autószerelő barátom segítségével. Úgyhogy gyakorlatilag a legtöbb munkát azt én csináltam rajta. Ez egy 1976-os Ford Mustang 2-es gépkocsi, ez a Silver Gia kiadása volt, ez eredetileg ezüst színű volt az autó, ez most kék, de hát majd egyszer újra ezüst lesz. 5 literes V8-as, illetve 302 köbhüvelykes, 140 komoly lóerőt tud leadni, és olyan 340-350 Nm-es nyomatéka van az autóban. Mennyire számít ez mondjuk családi autónak? Mennyit fogyaszt? Hát ez teljesen vállalható fogyasztása van. Én most így nézegettem, az elmúlt 3000 kilométeren az átlag fogyasztás az olyan 13 literre jött ki. Kérdezném a riportalanyomat, hogy mi a történet az autónak? Hogyan került hozzá? Mióta van meg? Hát 9. éve van az autó a tulajdonunkban, és hát mi akkor vettük, amikor a két fiam van, és kezdtek növekedni, és ugye elfoglaltság képpen vettük mi ezt az autót, hogy elfoglaljuk őket ezért. 95-ös, és hát annyit, hogy minden porcikáját már szétbontottunk neki, és minden részét, amit csak átadtunk, mindet átalakítottunk. Ezt tulajdonképpen majdnem olyan kapcsolatban
vannak egymással, mint hogyha a felesége lenne, nem? Há, vannak kérdések néha. Amikor mi választottuk annak idején, nagyon fontos volt az, hogy Mustang az mellett kéziváltós legyen. Nagyon fontos, hogy ne automatát vegyünk, és hogy lehetőségünk legyen az, hogy belegyújhassunk. Tehát szeressük. Ennyi volt igazából az elvárás, és ez sikerült. A Mustang 2005-ben tért vissza a gyökerekhez. Az új modell az első generációt idézte.